Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Fifko Krisztián, alias Mujó. Minden hír előtt azért emlékezzünk meg, mert sajnos apropója van. Je suis Charlie. A terrortámadás margójára is lehetne a címe ennek Nem így szerettük volna a nevedet viszont látni, Charlie. Sajnálom. Szörnyű bakker. Én nem akartam elhinni, hogy jól látom, amit látok a videóban egyébként, hogy hidegvérrel a nyílt utcán így ki lehet végezni embereket. És a sorsnak micsoda fintora, hogy az a rendőr is muszlim volt egyébként. És tudjátok, hogy az a legszomorúbb egyébként a számomra, hogy ez nem a vallásról szól. Tehát itt senki ne gondolja azt, hogy ezek az emberek vallási indokból gyilkoltak. Hát fanatizálva vannak. Igen, tehát ezek lehettek volna bármelyik, akár valamelyik szélsőséges keresztény, akár valamelyik szélsőséges zsidó, tök mindegy milyen szekta tagjai. Egyszerűen önmagában az ember ennyire fanatizálható. Ez azért kell viszont, de igen, csak ez nem, hogy mondjam neked, mert ilyenkor az emberek így leegyszerűsítenek, hogy persze, mert az iszlám egyáltalán nem ilyen, és az iszlám egyáltalán nem erről szól. Én annak idején azt hiszem, hogy pont a szufizmusba ástam bele magam, és egyáltalán nem ez. Mint ahogy egyébként ugye annak idején a konkvisztádorok, amikor kiirtották fél Amerika benszülöttjét, ők se Jézusról beszéltek, miközben kvázi hittérítés címén megtizedelték, ötödölték, harmadolták az őslakosságot. Tehát... Mondjad meg, majd mondom. Hát ennyi, tehát rettentően sajnálom, ami ilyenkor az emberek fejébe egyébként kvázi jogosan lecsapódik. Igen, sajnálatos lenne, hogyha ez az iszlám hívők irányába venne egy kellemetlen kifolyást. Én csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy iszlám, nem iszlám, vallás, nem vallás, tehát ha valakinek ennyire szélsőséges tettekre képes sarkaltatni a magát, tehát már amikor fölmerül az ilyen embernek a fejében, hogy holnap írok én ezeknek a szélsőséges, hogy hívják oknak, terroristáknak oda a Közel-Keletre, hát ha bevesznek engem is, és lesz egy jó nyári táborom, vagy valamit. Tehát már amikor az ember odáig eljut, hogy fölvegye ezekkel, keresse a kapcsolatot ilyen társaságokkal, már akkor nincs rendben a fejem, mert nyilvánvalóan nem ott lesz a végkimenetele, hogy egy vadvirágos réten lepkéket kergetnek. Tehát már kell egyfajta elképesztően az emberség teljes hiánya, hogy ilyen irányba akarjon elkallódni. És hát igen, hogyha nem oda megy az ilyenfajta ember, ha nem ez a csapathoz csatlakozik, akkor megver valakit, mert csúnyán néz rá. Teljesen embertelen ember. Tehát a társas együttélésnek a nem is tudom, velejárója az, hogy az ember toleranciát gyakorol a másikkal szembe, és én szerintem ez nem arról szólnak ezek a történetek, hogy most ki szereti a másikat, vagy ki nem szereti a másikat, hanem egyszerűen arról szól, hogy egy halom ember nem képes átlépni azon a picény küszöbön, hogy elnézze a másik ember vallását, bőrszínét, nem identitását, és még sorolhatnám száz meg száz olyan okot, ami egyébként, ha az ember csak a Facebookot nézegeti, már kilóg a lóláb egy csomó hozzászólásból. Ki mit nem tolerál?
Az az Igen, és elkeserítő egyébként, hogy több helyen is olvastam, hogy ugye ez a sejtek mintájára működik, ez az egész, akárminek nevezhetjük, most nem kell itt nevesíteni a csoportokat, nehogy belőlünk is kifogjatok, hallgatók, de szóval ők konkrétan kapcsolatban sincsenek, voltak azokkal az emberekkel, csak beálltak egy ideológia mögé, és a lehető legprimitívebb módját választották a szavuk hallatásának, az pedig az erőszak. Ez tényleg csak annyiban különbözik 9-11-től, hogy nem több ezer, hanem de és itt is rengeteg. Ez 20 páran a legelső, mészárlásnak hívom ezt leginkább esetnél, és utána még mindenféle túszejtések voltak, és végül is ma az adás előtt sikerült őket kivégezni, de még az utolsó helyen is, ahol túszokat ejtettek, ott is az összes túszt megölték. Volt egy interjú az Indexen a magyar túsztárgyalóknak a És főnökével, meg és is ő mondta. meg is mondta. Tehát ezek már most arra játszanak, hogy őket kivégezzék a rendőrök. És iszonyatosan, tehát nincs tárgyalási alap. Érted? Nincs tárgyalási alap. Egyébként ez erre nagyon jó a Homeland Mujó, igaz? Tehát Jó. ott is ezt lehetett látni, mikor visszavitték a Saul-t a reptéren. És ott állt a kisfiú bedrótozva, mert a, mit tudom is én, a családját, amikor az az ember, aki mellette állt az öreg, ő volt a CIA-nak az igazgatója, akkor lelőtték drónokkal, és hát ugye összekötötték a cselekményeket, hogy mivel ő volt az igazgató, ezért ő a felelős. És így leegyszerűsítve akkor a gyerekre rárakják a mellényt, és azt mondják, hogy ha te ezt megteszed, akkor a próféta mellé fogsz jutni a mennyországba. Ez nem így van. Azon gondolkodom ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy van benne egyrészt egy teljesen hideg kiszámítottság, ahogy ezek a dolgok működnek, a másik oldalról viszont ezek biztos, hogy nem normálisak, akik ezt csinálják. Tehát valami olyan hideg pszichopata Hát azt kiszámítottságban nézted, ahogy voltak. meggyilkolta a rendőrt? Nem, én azt nem direkt nem néztem meg. Hát akkor fogd be most a füled, mert a hideg kirázott, hogy gépkarabéllyal a földön fekvő rendőr és egy halálpontos menet közben sétál, fölemelte egy kézzel a gépkarabét is, úgy agyonlőtte, hogy hirtelen nem tudtam hova rakni, és akkor ugye már mondták is, hogy kiképzett katonák ők, Ez így van, tehát és mit tud, atomprofik. és ezért nem értettem ezt az egész sztorit, mert többször autót cseréltek. Tehát benne volt a felkészültség. És mégis a végén ugye úgy fölgyorsultak az események, hogy ott már lehetett tudni, és nem is értettem, hogy az eleje ilyen profin kiviteleződött, a vége pedig meg egy ilyenbe torkollott. Tehát én nem mondanám, hogy még az sem volt előre kitelve, tehát ők már az elején tudták, hogy a vége az lesz, hogy mindketten vagy mindhárman meghalunk. Úgyhogy kemény, kemény. Viszonyat. És ezzel már nem lehet azokon az embereken és a családokon segíteni, akik ott meghaltak, vagy tehát láttátok, nem tudom, én legalábbis utána olvasgattam, és ott a komplett főszerkesztőséget kiirtották. És még az előző főszerkesztő nyilatkozott is, hogy az összes barátja meghalt aznap. Tehát a komplett vezérkar. És ez most már nem, az se változtat semmin, hogy a mit tudom is én, aztán valami 100 000 példányban jelent volna meg a következő heti szatirikus, mert ugye ez egy szatirikus heti lap, a következő heti újság, és most abból mindenféle EU-s támogatással, meg adományokkal 1 millió lesz. Azokon az embereken nem fog segíteni, sajnos.
És ezért nehéz ezzel az egésszel harcolni, mert pont azért, mert ezek ilyen kis sejtekből épülnek föl. Nem igazán tudsz mit csinálni. Még épészen fölfogni se lehet tényleg az egészet. Tehát ha valakinek egy kicsit is normális gondolkodása van, emberi gondolkodásról annyira idegen ez az egész úgymond érvelés, ez a fegyverekkel érvelés, de teljesen elképesztő. És nem is kell nagyon messzire mennünk, és tényleg nem kell újra mutogatni egyik vallásra se. Ott volt Norvégiában a Breivik pár éve, pont ugyanez. Igen. Azt meg is filmesítették, ha jól emlékszem. Azt nem tudom, látod. És látod, azért elérték a céljukat, mert például a New York Times sem közölte le a karikatúrákat, féltve a kollégákat. Viszont böngészve iszonyat mennyiségű Twitter cunami volt ezzel a Je suis Charlie hashtaggel, iszonyat mennyiségű, tehát több millió, és hatalmas grafikák vannak, hatalmas grafikák. Nagyon. Hát, ja, most ennek vége van, aztán remeghetünk, hogy mikor lesz még egy ilyen, vagy mikor lesz a következő. Következő, igen, mert ezek valószínű, hogy vagy összehangolt akciók lesznek, ez most véget ért, és valahol kezdődik egy másik, vagy nem tudom. Tehát így az önmagában az erőszak az, ami mindenféleképpen dühítő. És hogyha emlékeztek rá, akkor valamelyik cikkben ott volt, hogy nem csak ők, hanem hát egy halom média rajzfilm, nem tudom én mi, sokkal, de sokkal jobban kifigurázta a muszlim világot, és hogy mégis a szerencsétlen karikaturisták ellen kellett, hogy irányuljon ez az egész dolog. Hát igen, ez a terror szakma sajnos. Nem Na. jó a humor érzéke. Hát nem. Mi viszont szerintem akkor evezzünk, hogy ezek után már nem tudunk olyat mondani, ami kellően sötétnek tűnik, még ecig is viszonylatban sem, de lesznek azért még itt bőven agymenések az adásban. Nem tudom, kellően sötét hírrel folytassuk? Vagy akkor Folytassuk így. azzal, folytassuk azzal, igen. Igen, jó. Jó, hát Tudjuk le a szart előre. tudjuk le a szart előre, így van. Olaszország. Az Italian Vapors. Igen, hihetetlen okos emberek, fogalmam sincs, hogy milyen számolás eredményeként azt gondolták, hogy átszámolják az e-cigarettát hagyományos cigarettára, és nekik a számolásuk úgy jött ki, hogy 1 milli folyadék 500 cigarettának felel meg. És 10 milliliter folyadékra ezért aztán ki fognak vetni 3,30 300 33 század euró. eurót per 10 milliliter. Ez mi ez? Áfa? Nem tudom. Adó. Hát ez a Tök mindegy, hogy jövedéki mit csinál. bűnadó. Jövedéki adó, vagy Külön adó. külön adó, vagy nem tudom én. Tehát ilyen. És mi van a nikotinmentessel? Meg mi van a nikotintartalommal? Meg mi van, ha én jövő héttől ezt nyalókaként fogom árulni, folyékony nyalókaként, és nem likvidként? Tehát hihetetlen sötétség uralkodik a döntéshozók fejébe. Természetesen az olaszok azonnal föllázadtak a dolog ellen. És hát az ottani vaperek és az ottani egyesület az próbál ez ellen tenni valamit, kíváncsian várjuk a folytatást, és nyilvánvalóan támogatjuk ezt a törekvést, hogy senkinek ne jusson már az eszébe egy olyan, egyébként látszik, tehát az egész kommunikáció, ami folyik világszerte az e-cigaretta ellen,
az erre épül föl, hogy a vége ez legyen. Tehát, Számoljunk egy kicsit, mondjuk kint, ha jól emlékszem, akkor a 10 millis volt, hát most nem akarok hülyeséget, 8 és 12 euró között volt valahol. És arra még millinként rájön 3, akkor az 30. 10, 10 millinként. 10 millinként. Ja, bocsánat, 10 millinként 3, az durván a 30%-a. Hát ez így van. Ez van, így van. Nem, nem, ez frankon olyan, figyeljetek. Egyszerűen nem tudom a fejembe hova tenni. Én tudom, én oda tudom tenni, kb. Mint a megyei matrica rendszert. Kell a pénz valahonnan. Legyen innen, ezen még nincs adó. De érted, Charlie, és akkor ugye elkezdtek ezzel kekeckedni, hogy akkor mi alapján lehet mérni, meg egyáltalán. És volt, akinek a mérés azt eredményezte, hogy ez a 3,33 helyett csak 0,8 eurócent jött ki. Tehát, hogyha így megpróbálták átszámolni cigarettába. De egyébként ez hülyeség, mert a cigarettánál sem az erősség alapján fizeted a jövedéki adót. Tehát egyébként ugye azt tudjuk, hogy a light cigaretták sokkal szarabb anyagból készülnek, mint a nem lightok amúgy, de teljesen lényegtelen, meg az egész egy nagy átbaszás, mert a light cigarettából többet fog szívni a kevesebb nikotint persze, mint a lett túl a dobozé, akkor úgy érez, hogy az egészségesebbet választotta, érted? Tehát ez hihetetlen módon fölépített reklámkampányok. Annak idején ez ellen senki nem emelte fel a szavát. Se a WHO, se a közegészségügyi, nem tudom én, milyen aktatologatók, érted? Mindenki az meg vigyorgott, és kurva jó érezte magát. Most, hogy lett egy alternatíva, amit még nem tudnak megadóztatni, tehát eszem nincs hozzá, érted? És még egyszer mondom, mi lesz a nikotinmentessel? És mi lesz, ha én ezt hónaptól kezdve folyékony nyalókaként fogom árulni? Mert hogy semmi olyan anyagot nem tartalmaz, amit egyébként más élelmiszerek ne tartalmaznának. Savanyú cukor. Folyékony savanyú cukor. Komolyan, tehát Bolero italpor, vagy... Na majd azt várd meg, mikor majd még az italporodat is pont ezért majd megadóztatják. Meg a kis, emlékeztek még a, amit senki nem kevert be italnak, az a citromízű por, ami ilyen kis műanyag flakonban volt, mindenki a szájába döntötte. Neked műanyag flakonba volt. Az én koromba még olyan zacskóba árultak, mint a sütőpor. Na. Nekem is műanyag volt. Suliba menet még a kisboltba beugrottam, egy limóér. Azt nem tudom, hogy ez ki volt az ember, aki ezt ebbe az országba beleöntötte úgy, hogy ez a használati utasítás. Én. Képzeld el, én egyszer kipróbáltam. És úgy borzasztó szar volt. Olyan se íze volt. Nem, még az olaszok margójára minap beszélgettem pár emberkével, aki nyugaton terelgette az FV-t, hogy mit csináljunk 2015-ben. Ez volt a nagy fölvetés. És ott szavazgattak meg minden, és csomóan azt mondták, hogy fussunk neki egy következő polgári kezdeményezésnek. És én meg azt gondoltam e kapcsán, hogy 2015 az ugye pont ezekről a 2016-ig honosítani kell az EU-s szabályozást. És most egy ilyen teljesen képlékeny állapotban van, nehezen megfogható állapotban van ez az EU-s szabályozás. Viszont az már most előre jól látszik az olasz mintából is, hogy ugye a szándék az volt, hogy egy egész Európára kiterjedő, hogy az egész Unióra kiterjedő, egységes, kétségeket maga mögött nem hagyó szabályozás szülessen. És ahogy most kinéz a dolog, a hány tagállam annyiféle szabályozás lesz, totál káosz, és amikor ez 2016-ban kiderül, akkor na, szerintem akkor kell majd neki ugrani még egyszer, mert akkor tisztán fog látszani, hogy nem igazán azt a célt érték el, amit szerették, ha csak nem az egész Európa szintű káosz volt a cél benne. Egészen bizarr.
Hát igen. Tehát mondom, akinek ez az agyában megfogant ez az átszámítás, meg nem tudom én mi, ez egyszerűen elképesztő. Érted? Más De vonalon volt. figyelj, föl sem merült az ötlet senkibe, oké, gyerekek, akkor mi lesz a nikotintapaszokkal, mi lesz a nikotinos inhalátorokkal, mert ugye most már az is van, és Igen. mi lesz majd a többi olyan mi ez, gyógyászati segédeszköznek tekinthető, de egyébként az e-cigire hajazó eszközzel, amit majd a piac még be fog vezetni. Nem gondolkoznak ezek egészen. Kicsit analóg az olasz helyzet, csak ugye más kiindulási alapból, az itthoni két cég között a sehol se helyzettel. És hát ahogy itthon megoldották a forgalmazók, hogy szépen kiköltöztették a kis cégeiket szomszédos EU országokba, szerintem az olaszok is ezt fogják meglépni, és nyilvánvalóan az emberek meg onnan fognak rendelni, azt földugatják maguknak a be nem folyó adó Egyébként házban. most, Hát, ha csak bocsánat, nem, nem, bocsánat, 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 hogy igen. közbeszólok, de amit most a Krisztián kimondott, pont ugyanez volt a téma tegnap a híradóban a vasárnapi házhozszállítással is. Ugyanezt fogják elérni. Mondták, kimennek a cégek külföldre, és majd onnan fognak házhozszállítani. Tehát most már nem csak, hogy volt ennek a divatja először, voltak, tudjátok, az újraírható CD-k, az Igen, igen, artisjus igen. matricaadó miatt, Igen. a pendrive-ok, aztán jöttek nekünk, ami érint minket, a likvidek, és most mi jön? Most majd kimegy a Tesco is. És majd 2 napra vállalják a házhoz szállítást, mert Horvátországból hozzám elzötyögni a 3 rekesz ásványvíz. Fantasztikus! Nem, ezek nem gondolkoznak. És ha belegondoltuk, Bakker, ezek az emberek idióták, tehát nem tudok erre jobbat mondani, akik ilyeneket kitalálnak, ezek komplett hülyék. És ezek az emberek bent ülnek egy országháznak nevezett helyen, bazd meg, és formálják az ország jövőjét. És nem csak itt, Olaszországban, csak legfeljebb ott máshogy hívják, és hogy komolyan, bazd meg, ez a demokrácia, hogy egy marék, mohó, teljesen fogyatékos elmebetegnek a kezébe adjuk a döntést, hogy Addig menjetek, csináljátok. van demokrácia, amíg meg nem szavazzák őket, hogy oda kerüljenek, és addig iszonyat nagy spanok vagyunk, meg hogy mondják, ezek ilyen országjáró turnék, meg mindenkivel Igen. lekezelnek, meg Marika néni, Megkonzultál. hagyják, hogy Marika néni kezet csókoljon nekik, és mindenkivel tegeződnek, és itt milyen iszonyat nagy reformok lesznek, és hát, ja, azok Tehát vannak. úgy látod, Charlie, hogy a demokrácia tökéletesen működik 4 évente egy napot. Nem, nem, nem. A szavazás napján. Nem, tökéletesen működik 4 évente a szavazás előtt fél évig. És akkor Ja, hát hogy amikor jönnek az ígérgetések. azokat szeretem én mindig olyankor tök jó elgondolkozni, hogy milyen lenne, ha. De hát aztán úgyse lesz semmilyen. Kiváltképp, hogyha az embereknek nem kellene programoknak semmi sem. De nem, ebbe bele, mert nem akarok politizálni. Az nagyon Egyébként egységes mi lenne. is szerintem ugyanúgy hamisíthatnánk akkor majd az összegyűjtött számokat a közvéleménykutatásból, mint ahogy ők ilyen szabadosan értelmezték a munkanélküliség irántát és a foglalkoztatottsági arányokat, mert ugye sikeresen beleszámolták nagyságrendileg több százezer külföldön dolgozó magyart. Igen. Egyébként tök jó. Aha, végül is, ja. Csak nem itthon dolgoznak, és nem ide termelik a lóvét. Ja, egyébként jó a szám, de volt, aki kiszámolta, és tizedekkel volt kevesebb úgy. De nem baj, na hát, ilyen is van. Csak ügyesen, persze. Hát ahogy dobja a gép, tehát most ez, ha így jobb, akkor ezt a számot kell odaírni. Végül is játék van határok nélkül. Mindenki Nem föl tud tudom, hogy. sorolni, csak a közeli ismerősei közül szerintem minimum 10-et, akivel már nem itthon telefonál, és inkább Skype-on beszél, mert olcsóbb a nemzetközi hívás miatt. Ennyi, nem több. Hát nálam ez már teljesen megfordult, tehát alig vannak régi cimborák itthon, és mindenki cimbor van valahol. Itt rád mutogatnak újjal a társaságon, nézd azt a Na, az hülyét, hát otthon ez még otthon van. maradóz. Ez valami nagyon lúzer lehet.
És akkor te megmondod, hogy nem, nem, én csak azért maradtam itthon, hogy tüntetésekre járhassak, meg ilyenek. Kíváncsi leszek. Aj, de jó, hogy ez a tüntetés eszembe jutott. Március 1-re nagyon kíváncsi leszek. Mi lesz március 1-én? Hát ez a... Hát most pártokat nem mondok, mert valami ember szervezte, aki egy párt tagja volt, van, mit tudom is én az útdíjjal kapcsolatban, de hát ebbe már belefonták azt is, hogy és egyébként meg mondjon le. De igen, de tehát a lezárás szervezik elsőjére, és több napokat mondanak, úgyhogy remélem, hogy aznap nem fogok dolgozni, mert akkor utána lehet, hogy egy hétig dolgozni fogok. Mert úgy se tud más bejönni, akkor maradj benn. Ha akarsz, ha nem. Igen. Úgyhogy, ja, erre lehet készülni. Reméljük, jó idő lesz. De most gombamód megszaporodtak megint a kis, kisebb-nagyobb tüntetések, ki lettek írva Facebookon, de hát nem is tudom, hát ez kézzelmebb olyan, mi itt megy, bakker, azt olvastátok? Teljesen off-topic a honvédelmi miniszterünk Szombathelyen. Az mindent elmond az útdíjról. Nem. Azt néztétek? Időrendbe szedték a kommunikációt, és valamikor karácsony magasságában nyilatkozta, hogy hát ő ott van, ő tudna róla, hogyha a szombathelyi el sem készült, át nem adott félkész autó, 17 kilométeres autópálya szakaszt meg szeretnék külön adóztatni, és ilyen nem lesz, nyugodjanak meg. Aztán valamikor 29-a, 30-a magasságában jött, hogy de igen, lesz. De lesz. Aztán igen lesz, aztán a csávó teljesen kikelt magából, hogy hát ő erről nem hallott, hogy ez teljesen, hogy honvédelmi miniszter, tehát fideszes képviselőről van szó. Ez tarthatatlan, neki erről senki nem szólt, ezzel ő nem ért egyet, ő egészen a kormányig el fog menni az, hogy valami legyen. Elkezdtek nyilatkozni, hogy de hát igazából mi már szeptember vége óta üléseztünk erről, több heten át tartottak az ülések, és ő is ott volt mindegyiket. Hát tudod, biztos addig, míg a jelenlétit alá kellett írni. Igen. Aztán előszedte az Angry Birds-ot, és gyorsan ott az asztalon elütötte az időt. Egyébként az is agyrém, hogy nekem egy autó útért kell fizetnem, az M2-esért. Autó út, még egyszer mondom. Igen, igen. Tehát ez agyrém. Charlie, Szegeden nekünk az elkerülő eddig sem volt ingyenes, tehát ezt csak ti élveztétek ott. Ez olyan hülyeség, ezt mondta nekem a haverom is. Szerintem ezt a múltkori adásban nem beszéltünk ugye erről a témáról. Nem. Hogy azt mondja, hogy ő milyen jól járt, mert hogy eddig két autóra fizetett, azt hiszem 88 ezret, vagy valahogy így, és most csak 10-et. De hát mondom, értsd meg, hogy nem az a baj, hanem hogyha te el akarsz menni nyaralni, akkor így is úgy is meg kell venni, tehát az a 10, az nem 10, a másik. Nem az a bajom, hogy a megyei rendszer, mert az akár még tök jó is lehetne. Mert én gyakorlatilag két megyét használok a pályán, nagyjából az év 99%-ában. De mondom, a bevezető szakasz, a körgyűrű, ami terhet venne le a budapesti forgalomról. Figyeld meg, ezt mondtam múltkor is szerintem, majd jön a dugódi, az kitolja a Hungáriáig a forgalmat, innen a nullásról betolja a Hungáriára a forgalmat, és akkor majd minden forgalom a Hungárián fog menni. És akkor megvalósul a zöldek álma, amikor azt mondták, hogy nem kell a nullás, mert 10 év múlva úgyis ugyanennyi kocsi lesz a Hungárián. Nem kellett 10 évet várni. És tegyük hozzá, hogy akkor kell majd lecsapni és ingatlant venni a Hungária körúton. Igen. 1,5 millióért. Néha tényleg azt hiszem, hogy ezek nem köztünk járnak, vagy hogy legalábbis nem abban az országban élnek. Vagy valami betegség, és szedi az áldozatait, és ellágyult az agyuk, és aztán jön majd a zombi fokozat. Ne reménykedj, Charlie, ne reménykedj. Tököm. Na, menjünk tovább, mert... Együk. Hetekig lehetne ezekről az őrületekről beszélni. Emlékeztek rá, biztos, hogy még valamikor tavaly az egyik podcastben megemlítettük a, ki nem bírom mondani, Lori Lard és a Blue-t. A Blue, ugye, ja. Mint az egyik legnagyobb ilyen
Lorijárnak mondják egyébként szerintem, de csak koskodok egy kicsit. ECG márka. Iszonyatosan agresszív kampányba kezdtek, és elkezdték tolni az eladásokat, és minden kis üzlet tele lett gyakorlatilag ezekkel az e-cigikkel. De úgy néz ki, hogy nem igazán jöttek be azok a számítások, amiket szerettek volna, mert az e-cigaretta piacon kvázi már most háború dúl. Ugye azt mindenki sejti, hogy a világon csökken a hagyományos cigaretta eladás. Minden dohány piaci résztvevő próbál valami másba fektetni. És hát szabályos harc dúl. Itt ugye Amerikáról beszélünk elsősorban. Szabályos harc dúl a piacon a vásárlók kegyeiért, de az is látszik egyébként az eladási statisztikákból, és ez valamennyire jó hír, hogy aki annak idején belehúzott egy ilyen egyébként nem rossz, tehát nekem is van egy darab eldobható blue e-cigem, amit még kint Angliába vettem, és egészen használható darabnak tűnt az összes többi szarhoz képest, de hát nyilvánvalóan egy idő után mindenki azért egy komolyabb eszközt szeretne birtokolni, mint egy ilyen cigaretta formájú. És hát zuhan az értékesítés, ugye ez a cikknek az összefoglalója, pedig hát óriási reményeket fűztek ahhoz, hogy milyen finoman fogalmaztál, én azt hittem, azt mondta, hogy óriási pénzeket lapátoltak bele. Igen. A hülye madarak. Igen, egyébként óriási pénzeket nyomtak bele, tehát hihetetlen agresszív reklámot folytattak odakint. Mi a helyzet ezzel a skizofréniával? A helyen tudósok ismét? Igen. Igen. Ez egy remek kis összefoglaló a médiában korábban megjelent, egymással ellentmondó cigaretta hírekkel kapcsolatban, ahol néhol ugyanaz a médium néhány hét elteltével megcáfolja saját maga korábbi állításait. Egészen csodálatos. Nem tudom, mennyire részletesen menjünk bele. Hát beszéljünk róla. Jó. Nem az, hogy hallgassunk róla, hanem beszéljünk róla. Jó, vagy gyors fordítok. Itt van például egyből az első cikk, ami a, nem is tudom melyik, a médiumban jelent meg, és azt állítja a cikk, hogy az e-cigaretta több kárt tehet, mint a hagyományos dohányzás, állítják szakértők, mert a propilenglikol az bizony kártékony lehet, és légzőszervi irritációt okozhatnak a mindenféle hüvelyőanyagok benne. Aztán kicsivel később, kisvártatva megérkezik egy másik cikk, ami pedig arról ír, jaj, igaz, nagyon jó. Krisztián már örül. Ez szórakoztatja magát. Igen, helyesbítő cikk ugyanettől az újságtól, ugyanettől a médiumtól. A január 7-i cikkünkben arról írtunk, hogy néhány szakértő azt mondta, hogy az elektromos cigaretta kártékonyabb lehet, mint a hagyományos. Igazából valójában egyetlen egy szakértőről sem tudunk, aki ezt mondta volna. Elnézést kérünk. De legalább beismerték. Tehát igen, itt hány ilyen paraszt média volt terítéken, akik ezt megírták, és még csak elnézést sem kértek, miután megírtuk nekik, hogy hülyeség, amit írnak. Igen, hogy ez mennyivel szórakoztatóbb, mert nekünk sokkal egyszerűbb. Mert nálunk csak hülyeségeket lehet magyarul olvasni, és ennyi. Nálunk egy oldalú a dolog, illetve mi vagyunk a mérleg másik oldala. Édes kicsit. De várjatok, mert ezzel nincs vége. Utána jön az ominózus japán
tízszer annyi mérgező anyag van az elektromos cigarettában, mint a hagyományosban. Az ominózus japán cikk, lehozzák. Ugyanaz a Igen. médium, kicsivel később. Az e-cigaretta életeket Az ment. é Igen. Életek tízezreit mentheti meg évente az elektromos cigaretta. De úgy látom, ez a Mail Online, ez viszonylag sokszor akar ráugrani a friss témákra, és aztán gyorsan helyreigazítanak. Ők abszolút, abszolút viszik a pálmát, igen. Az elektromos cigaretta fogyasztói több nikotint és mérgező anyagot vihetnek be a szervezetükbe, mint a hagyományos dohányzók. Állítják, hogy egy tanulmány ezt állítja. Ugyanez alap hamaros lehozza. És dohányosok tízezreinek az életét mentheti meg az elektromos cigaretta, állítják tudósok. Itt nagyjából úgy néz ki ez, hogyha tudósokra hivatkoznak, akkor az pozitív, a szakértőkre, akkor az negatív. Legalábbis ezt a mintát vélem felfedezni benne. Aztán csinálnak itt még olyanokat, hogy igazából nem tudják, hogy miről van szó, és akkor egymással ellentmondó dolgokat hoznak be egy cikkben. Igen, nem, talán nem tudjuk mégsem. Tehát tele van ilyen tök hitelt érdemlő állításokkal. Nem, ez a, tudod, amikor ilyen abszolút határozott vagy mégsem. Igen, mi tévőleget. Az univerzum leghatározatlanabb állat. De hát ez nem lehet károsabb, de a főszerkesztő mondta, hogy de. Aztán lehoznak egy cikket egy tanulmányra hivatkozva, amiről is vártatok kiderül, hogy igazából ez a tanulmány meg el se kezdődött. De ez a jó tanulmány, nem? Hogy még el se kezdtük, de már tudják a végét. Ez a baj egyébként, látjátok, hogy annyira kurva gyorsan kell minden hírt leközölni, hogy te legyél az első, akit megkattintanak, hogy most már a valóság alapjával kevésbé foglalkoznak, mint sem a gyorsasággal. Aztán majd úgy is helyreigazítjuk. Tehát, az a baj, gyerekek, egyébként ezzel az egész internet. Jó, azért, mert te papírból etted a citromot, azért még nem vagyunk gyerekek. Ó, bocsánat. Várj, azért megsértettem a izét, podcast showgunt, érted? Tehát az a baj, gyerekek. Sor vagy. Hogy ez már rosszabb, mint a Kádár rendszer, de komolyan. Tehát ott beállt az agyad egyfajta kommunikációra, mert tudtad, hogy mi a hivatalos kommunikáció, és amikor valamit meg akarnak írni úgy, hogy te is megértsd, akkor azt hogy kell olvasni. Most már nem tudod, hogy kell olvasni, mert azért mindent szarul írnak, érted? Szóval brutális, brutális. Mert itt még van itt még, ennek nincs vége. Következő cikk. Az e-cigaretta a nikotinfüggő új generációt hozza létre. Ez március 7-én. Ugyanaz a lap április 3-án. Őrület a köbön. A Welsh, hogy nem tudom, hogy hívják, a Welsh Assembly, a Welsh-i ottani törvényhozó bugyó, ezek be akarják tiltani az elektromos cigarettát a közterületeken. Most akkor jó vagy nem jó? Aztán kicsivel később egy másik cikk. Az e-cigaretta használata szélsőségesen ritka a nem dohányosok között egy angol felmérés szerint. Akkor most mi van? Kedves olvasóim, kérjük tájékozódjanak ebből a médiából. Mi lenne, ha kiköltöznénk a picsába, Shenzhenbe? Ott nyugton hagynának minket. Egyébként lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor az ember így átgondolja, hogy megéri neki ennyi baszogatás közepette élni egy helyen, vagy lehet, hogy kicsit szerényebben, lehet, hogy kicsit visszafogottabban, de sokkal nyugodtabban. Egy tök idegen helyre kell költöznie. Tehát komolyan mondom, ez a kezd már ilyen sziget-szindrómám lenni. Vegyünk már egy szigetet magunknak valahol, érted?
Villany internet legyen a Kérjük többinek meg meg legyen. Schumachert, hogy adjon kölcsön egyet, ő most viszonylag keveset használja. Vagy építsünk a kötelező maximum 10 ml-es üres likvides flakonokból a tengeren egyet. Olyan rabons rengeteg lesz. Meg tudnánk belőle építeni. Hát az milyen elsüllyesztetetlen tutaj lenne már az 10 millió 10 millis flaskából. Hol szakított föl, érted, hogy az elsüllyedjen? Sose fog elsüllyedni. És mindig van egy kis dugi nikotin valamelyiknek az alján, csak ki kell csöpöttetni. Mit mondtad, Fifika, hogy volt ez a fejjel lefele fordított pálinkás üveg, hogy a kupakba összegyűjt? Morzsaszedés. Na, ugyanezt a likviddel is. De egyébként pont ma szívtam ki a 100 millis flakonból, és 2,5 milli volt a kupakba. Iszonyú mennyiség tud benne maradni. Tehát el se hiszed, hogy így kinyomod, érted, a, mit tudom én, a 100 millis, vagy 200 millis, vagy 500 millis flakont, így kinyomod, fejreállítod, úgy hagyod, és egy 20 millist még utána lazán tele tudsz vele csöpögtetni, érted? Minden mérés. Tovább. Kartutankprés, ugye? A kartutankpréssel találkoztatok? Egy időben lehetett kapni, mert ugye a régi ilyen 5-10-es méretű kartutankoknak mindig az volt a problémája, hogy sosem tudtad nullára kiszívni, mindig tele maradt likviddel. És találták a kartutankprést, egy ilyen kis tenyérbe férő eszközt, amivel össze tudtad préselni a kartotankban a vatelint, és kinyomtad belőle a benne maradt likvidet. Tegyük hozzá, benne maradt mintegy 0,8 milli. Hát ott cseppre mérték szerintem. Hát de akkor is. 5-6 cseppet. Valaki mesélte, hogy a megvásárolt, nem is tudom én, 10 000 patron, tehát ilyen e-heels patronból, érted, szétszette, és akkor így kinyomkodta a vattából a likvidet. Te nem voltál ott, mikor a Dudánál elkezdtük fecskendővel szívogatni ezekből a e-helszekből a cumót ki? Nem, mert azt ti ilyen külön csináltátok. Így. Nem, mikor volt a sorsolás, és akkor ott az Inkvi meg a Duda kezdték el ezt a projektet, és kiszívtak annyit, hogy meg lehetett vele drippelni a kazánt rendesen. És milyen volt? Szar, de hát most az egy más tészta. De ugyanez most ide. Szar volt, milyen lett volna. Na, de lezárom ezt a cikket, addig is. Konklúzióra jutott a cikk írója, hogy igazából senki ne felejtsd el, hogy ez egy vicc ír, és hogy nem skizofrén a déli mail, egész egyszerűen arról van szó, hogy mindkét oldalról gyűjtik a híreket, amit aztán kiforgatnak és eltorzítanak, hogy minél nagyobb példányszámban tudják eladni a kis szottyas lapjaikat, és azt is írja még a szerző a végén, hogy a történet tanulsága számára az az, hogy minden ilyen új keletű és nagyon sosem tudom magyarul a disruptív produktot. Tehát ami nagyon ilyen megrengeti a földet típusú termék, annál mindig vannak vesztesek és győztesek is, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az e-cigaretta történetében a vesztesek nagyon gazdag és nagyon befolyásos cégek és emberkék, úgyhogy egyáltalán nem szabad meglepődnünk azon, hogy pofátlanul manipulálják a médiát. És mindenki nyugodtan olvassa ezeket az újságokat, csak egy szavukat se így. Azt hittem, azt mondod, és mindenki nyugodjon a picsába. Igen, és hallgass már józan paroszti eszére. Ennyi. Ennyi, meg egy bombi. De egyébként tényleg csodálatos volt, én ilyen szépen összegyűjtve egy médiumnak egymással ellentmondó hírözőgyeit. Ezt a Guidelines in Practice-t ezt kidobta be? Ezt én dobtam be, az egy rövid összenet, váradással ezelőtt beszélgettünk ugye Louise Rossról, aki egy angol leszoktató központnak a vezetője, Esther Sörbe talán, ha jól emlékszem,
hogy az egész országban ő volt ugye az egyetlen, aki fölmerte vállalni, hogy ő be fogja venni a leszoktató tanácsadásba az elektromos cigarettákat is, és összeállított egy oktatóanyagot ilyen leszoktató központok számára, ami tartalmaz ajánlásokat, meg mindenféle jó tanácsot, hogy hogyan tudják sikerrel ők is beépíteni a mindennapjaikba az elektromos cigarettát. És nagyjából erről szól az egész, annyi érdekessége volt még a Holminak, hogy miért is jutottak elők oda annak idején, hogy elkezdenek barátkozni a cigaretta gondolatával, és azt írták, hogy egyszer csak észrevették, hogy nem elkezdtek nem járni hozzájuk az emberek. És ugye, mint ilyen típusú szolgáltatás, hogyha nem megy át rajtuk megfelelő mennyiségű ember, és nem tudnak megfelelő számokat produkálni, akkor egész egyszerűen az egészség mind becsukja ezt a boltot, mert hogy kihasználatlan és semmi értelme, hogy fusson. És akkor erre próbált ő választ találni, hogy mi a fene történhetett itt az elmúlt egy-két évben, hogy így eltünedeztek az emberek, és már senki nem akar leszokni, vagy mi van. És körbe telefonált, utána járt dohányosoknak, és kérdezgette őket, hogy mégis mi van, nem akarsz leszokni. Válasz tömnyire az volt, azt a választ kapta, hogy ja nem, kösz, kitaláltam az a dolgot, és el vagyok, mint a befőtt. És innen indul ki ez az egész, hogy mit csinálsz, egy cigarett, ez meg mi? És akkor elkezdett utána járni, ugye, ahogy már említettük a korábbi adásban, elment konferenciákra, minden létező ilyen összejövetelre elment, mindent elolvasott, és szépen sikerrel beépítette a kis irodájuknak a működésébe a Holmit, és jó szívvel ajánlja mindenki másnak, hogy tegyék ugyanezt, és olyan számokat emlegetett, hogy azokban a csoportokban, ahol nyitottabbak alapvetően az elektromos cigaretta ajánlására, ott 20%-kal mérhetően 20%-kal nagyobb a leszokási arány, mint azokban a csoportokban, ahol nem. Tehát már eleve az felmérés alapján úgy szortírozzák az embereket, hogy aki nyitottabb, az közös csoportba teszik, és nekik sokkal jobban megy. Úgyhogy hajrá, Louis Ross! Remélem minél több angol, és aztán más európai ilyen központ vesz példát. Hát ott még nagy a szabadság. Igen. Na, aztán kis könnyedebb téma. Már ilyeneket olvasok, hogy hashtag lopás. Hashtag lopás, bizony. Óriási. Hát ez már majdnem az, hogy meghúzta a Zsolti a hajamat, tanárnő. Igen, ez a... Voltunk mi is annak idején ilyen helyzetben, amikor ránk írtak, hogy de ez az ő híre. Tehát talált az interneten egy hírt, és ez az övé. Nem is értettem először, hogy mi van. Einstand. Einstandolom a hírt az internetről, érted? Ez az én linkem. Na de ez a hashtag lopás az igazából arról szól, hogy a San Francisco-i Városi Közegészségügyi Bolond Bizottság kitalálta, hogy e-cigi ellenes kampányba fog kezdeni, és telenyomták a várost minden elképzelhető helyen hazugság plakátokkal, és Körbit, vagyis Vidda járdára volt a szabad fordításban a kampánynak a neve, ami arról szólt, hogy az elektromos cigaretta pont olyan rossz, mint a hagyományos cigaretta, úgyhogy az elektromos cigarettázók szépen menjenek ki a járdára használni a kis készülékeiket a bagósok mellé. És a Twitteren is masszív kampányba kezdtek, és ezt a Körbit, már Körbit hashtaget használták. És pillanatok leforgása alatt a San Francisco és az amerikai véperek elkezdtek ugyanezzel a hashtaggel új képeket, meg mindenféle hát az, válaszokat posztolgatni. Hát az óriási egyébként. Néztem itt a Dumb és Dumber. Zseniális. Will Tobacco Control for Cash. És az egy hatalmas nagy kép egyébként. A legalsó. Heavy metals, toxic gases, és a többi, és a többi, és állsz egy rohadt nagy dugóban, és három autóval nem látsz előrébb, mert olyan smog van. Körbit. Körbit. Volt itt még egy gyönyörű
próbáltam keresni. Jaj, jó. Igen. Hódor, Nekem az, hódor. igen, nekem azt tetszett, hogy aki nem ismeri meg arcul, ez az emberke, Hodor, ő Sam Hódor. Clemens, az egyik legnagyobb, leghangosabb e-cigaretta ellenző az USA-ban, és a szöveg a poszt mellé, hogy egy fura szakállas ember találtak kószálni a San Francisco járdáin. Hodor, Hodor, Hodor. Nem tudom, Glenn egyértél. Szóval a lényeg az az, hogy miután a kedves vaperek elcsapkiszták a hashtaget, és elkezdték a véleményüket megírni, onnantól kezdve a kampány hashtagével szinte nem is lehetett már eredeti elcigi fikázó posztokat találni, csak ezeket a nagyon frappáns, nagyon jókofa és hiteles adatokat tartalmazó dolgokat. Úgyhogy ennyit San Francisco-ról elmebeteget. San Francisco utcáin. Ezt akartam mondani, csak vártam a csöndet. Sárnyi nyomd el a főtibben. The streets of San Francisco. Hát aztán máshol is van én egyébként még egy cigi háború, ahogy néztem, amit bedobtál. Van itt baj nem kevés, így van. És várjál. Várok. Hol van még egy cigi háború? Már itt nekem mindenki van. Hetes. A hetes pont. E-cig Wars. Ja, a, igen. A vaping.com cikke. Ugye, kitalálta föl az e-cigit című dolog. Azt hiszem, mi ezt már egyszer kiveséztük, hogy kinek az agyába fogad meg az eredeti gondolat, de hát mindig vannak olyan föltaláló, akik maguknak tulajdonítják ezt a dolgot. És most a 63-as datálása jött a izé. Izé. Hogy lehet ilyet mondani egy podcastban, hogy izé? Mondjatok még több őt, mert azt is szeretik. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy nem találom a cikket. Miért vagytok gyengék? Játszatok. Kattints rá. Igen, én is ezt akartam javasolni. Ki a kék? Zoltán Ficsor, hát rajta állsz. Rajta állsz. Vaping.com per news. Nem az per... a baj, hanem rákattintottam, és tök más jött be. Az a fura, hogy nekem az jött be. Mindegy, passzoljuk. Tehát az a vicc, amit már magyarázni kell, az már nem jó. Picit össze van. Én egyébként engem nem érdekelt a cikk, a nőnek a banneren nagyon szép lába, hosszú lába érdekel. Van, és gyönyörű combja, idáig jutottam. Na mindegy, ennyire... Egyébként arról szól. Igen, mondja. Én ennyire emlékeztem belőle. Zonzásítva arról szól, hogy ugye Amerikában hatalmas hagyománya van a úgynevezett patent trollkodásnak, tehát a szabadalmi trollkodásnak, amikor emberek, illetve cégek csak azért vásárolnak más csődbe ment cégeket, hogy a mindenféle szabadalmi papírjaikat birtokolják, és aztán utána lapulnak, mint szar a fűbe, és várják, hogy valaki arra járjon és belelépjen, és ráülcsenek, hogy te ezt nem csinálhatod, nekem erre szabadalmam van, és aztán utána terelgessék őket. Ezt láthattuk, amikor az Oracle megvette a Sunt, és egy pár hetes lappongás után körbeverették a félvilágot. Igen, igen. Úgyhogy most az e-cigi fronton is ez kezd egy kicsit kialakulni. Kinyílt a csipája ezeknek a szabadalmi trolloknak, és keresik a lehetőséget, hogy hogyan válhassák a fókat egymásba, és húzzák le az e-cigi cégeket. Hát, rohadt trógerek. A New Girl-t azt te nézted, mint sorozat? New Girl. Ez nem, New Girl. Nem, nem. Hát abba volt egy ilyen pedig. Bevitték a srácnak a cuccait egy raktárhelyiségbe, és bement az utcáról egy ember. És én meg szeretném venni ezt a lámpát. Nem eladó, nem. Ó, pedig úgy megvettem volna. Végül is eladó, mennyi csak nézzék körül.
és egyszer csak hallasz egy kurva nagy csörömpölést. Jaj, jaj, a karom eltört, a karom, beperellek ezért a szemét, és akkor összenéznek, és az egyik srác, az egy bot csinálta, nem fejezte be a jogi egyetemet, srác volt, és na majd én képvisellek akkor téged. Na végül is 20 ezer dollárra perelték be a srácot, akinek a raktárában ott lófráltak, és erre az volt a frappás megoldása, hogy finoman szépen a székéből kicsavarozgatta a csavarokat, és mikor leült rá, akkor eldőlt a székkel, és én beperellek titeket, és rohadjatok meg, és abból fogjuk kifizetni a 20 ezer dollárt, egyébként meg elmegy mindegyik a picsába. Fölálltak és elmentek. Úgyhogy, ja, tehát mindenre van revans. Na, miután megtaláltam a cikket. Igen, amit szerintem Mujó itt benyilazott neked. Igen, illetve aztán belépett a gépemre és megnyitotta. És most mozgatja az egeret a sorokon. Tehát miután megtaláltam a cikket, engem ez az egész szabadalmi trollkodás egy picit emlékeztet az Apple és a Samsung háborújára, érted, hogy most akkor hány fokra van lekerekítve az ikonsarka, meg hányra nincs, illetve ugye ennek mentén eljuthatunk a klón, nem klón háborúig is akár, de én eszméletlen jót röhögnék magamban, hogyha mit tudom én, szabadalmi védettséget élvezne egyszer, csak mondjuk az e-cigaretta, e-kötőjel cigaretta név, a hosszúkás forma, a világító vég, a, mit tudom én, a mingvázás szopóka, és már minden le lenne védve. Igen, és ez a kínaiakat rohadtul fogja érdekelni. És iszonyatosan nem fogja őket érdekelni, mert majd kitalálják ők, hogy az a Big Fritz. És nem is a Typhoon G-es. Ők szóval is áttérnek az erős sötét oldalára. Mint ahogy én is áttértem az erős sötét oldalára. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Az nem az, Csár. Tudom, tudom. De korban az hozzád jobban illik. Köszönöm szépen, olyan kedves vagy. Merevedjél meg. Ne osztogass már egy gyerekkorom hősét ilyen bőkezűen vak. Szóval, mit raktál te be ide? Dashboard filter upcoming. Hát csak átmásolt. Be van szívva, aki ezt odamásolta. Pont abban a sorba. Szóval, az én voltam, egyszerre írtuk be, várjál, az az én eventem. Ha, jó. Jó, azt akkor onnan gyorsan elkopizom. Találós hülyégy, az nem az. Azt addig írt be, akkor a tizedik alá beraktam. Jó. Tehát megkaparintottál egy ájt. A meha után. A meha után, így van. Egyrészt, mert... What is the first impression? Na várjál, mert ennek története van. A... Múltkori adásban, és most figyeld majd, hogy hogyan fogok mindenkinek benyolni egyszer. A múltkori adásban ugye vettem egy ilyen cigarettaformájú e-cigit, és akkor itt marhára élvezkedtem. Aztán a következő adásban már ugye arról beszéltünk, hogy ezek a alsó fűtőszálas tankok átmentek ebbe a kvázi kartos papírtekercses dual simple, meg horizont, meg nem tudom én milyen megoldások, és mennyire eszméletlen jobban használhatók már, mint a régiek. És akkor ahogy így szívogattam, eszembe jutott, de ez alá marha jó lenne már ugye a másfél két ohm közé már nem mehát rakni, hanem valamilyen szabályozott készüléket. És akkor jött az ötlet, és akkor még, hát mondom, annyira nem múlt el karácsony. Hoppá. Nem múlt el karácsony, csak Fifika hangja múlt el. Oké, okay. Jó az ájszti. Figyelj, Fifika karácsonynál, igen, ott el... Hogy? Karácsonynál elmúltál, de ez olyan vicces, hogy te azt hiszed, hogy halljuk, és utána már csak a nevetésre kapcsolódunk be. Igen. Tehát, hogy meglepem magam karácsonyra egy ice-tikkel, és vettem is egy ice-tikket, és
és nagyon jól el voltam vele, és rápróbáltam a GS-t, és másfél ohm, és izé, és akkor így eszembe jutott, hogy hát azért mondjuk az iStick sem egy rossz készülék, tehát én minden kezdőnek ajánlanám egyébként a... Most hallotok? Igen. Jó. Aj, Istenem, miért szóltál? Tök jó lett, hogy most hallotok, és így... Itt megkúsva vagyunk. És minden kezdőnek ajánlanám egyébként, meg olyanoknak, akik számítógép közelébe dolgoznak, mert ugye lehet pass-through tölteni, és tényleg ki lehet vele húzni a napot, tehát ha elindulok hazafelé, és úgy húzom le, akkor még most is azzal a naftával megy, ami délután 3 órakor belement a számítógépből. Zárójelbe megjegyzem, oszító, mit fogsz kapni te ezért a pass-through, éröcsém? Engem múltkor lecseszett, hogy ez pass-through. Várjál, akkor pass-through. Jó így. Pass-through. Igen, oszinak. Én a pass-through-t is értem, meg a provarit is. Így van. Meg és Boriszt is. És akkor... Jó, ha már hallgatói kívánságokat teljesítünk, kéne egy komolyabb. Kaptam egy ellenállhatatlan ajánlatot. És akkor így gyakorlatilag egy nem ránc felvarrott áj tulajdonos. Ó, egy régi gagyi szar. Hát az utolsó nem ránc felvarrat. De figyelj már, és nem tudod elküldeni ránc felvarratni? Vagy az a vonat már elment? De nem ment el az a vonat, de nem akarom. Tehát én tudod, ilyen maradi szar vagyok. Te egy ilyen old school vagy. Old school. Tehát majd amikor ti előveszitek a ráncfervarrottat, akkor majd irigykedve nézitek, hogy nekem még mindig a régi van. Egyébként időszerű a dolog, mert képzeld, most ért el hozzám. Végre visszakaptam. A GT2 már az ájon csücsül. Hála jó Istennek. Szerintem egyébként a gombját is kicserélték, mert kicsit magasabbnak érzem a gombot, meg a nyomáspontja is az, amit hiányoltam. Úgyhogy szerintem azon is javítottak az én esetemben. Már optimalizált kapcsolatból is. Igen, igen. Le kellett volna előtte mérnem, hogy hány newtonnal kell nyomni. Na, és mik a tapasztalatok? Nekem elsőre egy picit bonyek. Valami nem jó a gomba. De nem akarom upgrade-elni, de valami a gomba. Bonyolult nekem volt. Nekem elsőre egy kicsit bonyek volt a menü része, aztán megbarátkoztam vele. Nyilván, mit tudom én, provári, meg ilyen őskövületek után ez egy egészen más. Még barátkozunk, tehát például még a booster módot nem próbáltam ki. Tehát ennyibe vagyunk. Én amennyire nem, nagyon szeretem. Amennyire nem tetszett egyébként, így használat közben annyira megszoktam már a látványát. Te azt biztos szeretni fogod, hogy be tudod állítani saját magadnak, hogy mikor kezdjen el pirosan világítani, meg mikor kapcsoljon ki. Tehát tényleg, hogy a saját aksiaidhoz fogod tudni kalibrálni. Hát én most ezt letettem 2.8-ra. Vadállat. Az alá nem is tudom 3-2 tenni. Gyárilag. Igen, azért levettem 2.8-ra. Mondjuk az már ott szerintem annyira nem számít, mert ott már olyan hirtelen fog leesni, hogy gyakorlatilag mindegy, ott nagyon meredek már a görbe. 3-5 után szerintem, legalábbis a grafikonok, ahogy mutatják. Azt veszem észre egyébként, hogy a provárihoz képest az egy picit jobban eszi az akut. Igen? Hogy használod? Mágnessel, vagy... Mágnessel, be kell, hogy valljam. Hát ne valljad, vagy nem szégyen, az én is azzal használom egyébként, tehát... Szerintem egyébként a következő generációjuk majd az lesz, mint a Scarabeusnál, mert most ez kicsit olyan, egyébként annyi ideig nem volt nálam, hogy frankon gondolkoznom kellett, hogy milyen aksit kell belerakjak, és beleraktam a flat top aksit, és nem megy. Azt kimondom, akkor az a Scarabeus, és akkor én is beleraktam a mágnest. Szóval szerintem most van egy pici
inkonzisztencia itt a készülékek között, úgyhogy szerintem a következő upgrade vagy új készüléknél már az is olyan lesz, hogy a flat toppal is lehessen majd használni. Visszaküldheted lefűrészeltetni a csőből. Ja. Nem, ott a panelből kéne egy kicsit ja. kifűrészelni, mert olyan, mint a Provarinál. De ha már ennyit dicséritek az ált, akkor én egy kicsit dicsérném az ASTIC-et, mert nálunk upgrade történt, és nem bírtam már tovább nézni, hogy Kinga szenved a haldoklóvá akkumulátorokkal, akik már kilosan 3 éve nyúzza, vagy 2 éve nyúzta őket, úgyhogy meglettem egy ASTIC-kel. Karácsonyra? Nem, most így a héten. Hát te mekkora egy úr vagy? Várhattál volna vele, mit tudom is én, február 14-ig, hogy valami ünnepre ráhúzni? Nem akartam. Hát mondom, karácsony, mert egy úr vagy. Karácsonyra szigorúan megtiltotta, úgyhogy ilyen kiskapukat kellett keresnem. Most, és slussz. És nagyon boldog vele, úgyhogy egészen jó kis készülék. Na, örüljünk neki. Vannak egyébként álmokfutók megint. Tehát, ajaj, de még mennyi. A minap beleszaladtam egy emberbe, igen. Aki amennyi, hát én mit tudom is, én 4-5 ilyen ecigis csoportban vagyok benne, és tudod, mikor 2 perc eltéréssel mindenhol ugyanazt a kommentet copy-paste-be látod, hogy kinek privátban segítséget kér, és nem mond semmit konkrétat, és aztán kiderül, hogy az a segítség tulajdonképpen, hogy kéne neki ellenálláshúzal meg üvegszál. Mert neki sürgősen kell. De ott van a bolt, meg tudja venni, de neki nagyon sürgősen, meg mit tudom is én, meg mert többen lenne a postaköltség, mint maga a cucc, és aztán a végén kiderül, hogy hát tulajdonképp úgy lenne jó, hogyha ingyen elküldenéd neki. Hát mondom, bazd meg, van ilyen? Egészen bizarr jelenség volt, igen. És utána, miután ez körbe fossa vele a Facebookot, már nem tudok már jobbat mondani, utána a következő az, hogy várjál, mi volt a következő, mert pár napja is volt egy agymenés. Itt a... Ez nem az. Ez sem az. Elektromos. Az Boris. Boris kicsit később. Leszaró ászok. Addig adok el. Ja, igen, megvan. Igen, ezt hiányolta Andorra, hogy a borostád... De várj, akkor én is. Yes. Tehát utána jött az, hogy mert ő nagyon kezdő, és akkor a következő képen végre megvan, és egy vamó akárhány rajta a RTA-val. És te végül is rájöttél a megoldásra, Mújó, hogy hát a konyharuha meglett. Igen. De aztán kiderült, hogy tulajdonképp az nem is úgy van, mert ezt valaki elcserélte vele egy egóra, hát mondom, na ne. Tehát egóra nem cserélgetünk vamót. Végül csak 2000-et kellett ráfizetni, és akkor mindig így tudod, belefordul a saját hülyeségébe, a saját marhasságába. Fúj, de hány ingerem van az ilyentől. Ezektől a lejmolós madaraktól bazd meg, hogy egy forintot nem akar senkinek, de... És igazából ilyen értelmetlen fasságokat írogatnak bazd meg, hogy nem tudsz rájönni. Kérdésem van, meg segítsetek, és oda ráírnak, hogy mi a faszom van, és akkor privátban, ne privátozgassál, bazd meg. Írd be, kuncsorogj. És akkor utána jönnek ezzel, hogy már drágább, meg izéhozé, és miután valaki felajánlotta, sőt, állítólag valaki küldött is neki, utána is lökte ugyanezeket. Tehát mondom, bazd meg, ez boltot akar nyitni? Vagy mi a faszom? Ezek úgy föl tudják az agyamat kúrni az ilyenek. Egészen fúri emberek vannak. Milyen finoman fogalmaztál? Szóval igazából neki azért kellett sürgős segítség, hogy valaki ingyen a postaköltséget is felvállalva küldjön neki kantalt és üvegszállat. Igen, igen. Fölmókolhassa az egóját,
úgy némi ráfizetés fejében, tehát pénze van, de Igen, cserélje egy mamura. igen, és akkor utána azt mondja, hogy azért adta el a gyerek neki így ráfizetéssel, mert neki van egy múnja. Na, 10 hozzászólással arrébb, meg azt kérdezi, hogy a múnba tud-e valaki csavart. Tehát akkor tulajdonképp múnja is van. Kimondjuk a nevét? Hogy mindenki tudja, hogy ki ez a lápitról? Nem. Aki tudja, az tudja egyébként, és szerintem ez abszolút ki is tárgyaltuk a posztja alatt. De az a baj ezzel az egészen, hogy tehát nem az a baj, hogy ő a troll. Az a baj, hogyha valakinek majd tényleg segítségre lesz szüksége, akkor ma azt is trollnak fogjuk nézni. Egy-kettő, meg hogy most öcsém, ilyet tarhálni, hogy üvegszál, meg kantál. Szerintem, ha kettőből vesz 5-5 métert, az is kijön 500 forintba. Fél doboz cigi ára nincs a kettő együtt. Igen. Tehát hihetetlen. De mindig én vagyok a köcsög, mikor ilyenkor azt kérdezem vissza, hogy egyébként mennyibe került egy doboz cigit. Rég hagytad abba, legyen csak 800 forint per nap. Azt akkor itt meg filérbaszóskodunk? Kurva eget. Na. És erre... Bocsáss meg, most annyit mondanék, hogy tarhát, nem tudom én, 3 napig, 4 napig, gondolom eltelt 5 nap is, mire valaki megszánta és küldött neki, mert hülye csak volt. Csak inkább maradjon csöndben. Ha megrendelte volna 400 forintért, érted, már rég másnap ott lett volna a cucc, vagy bement volna egy boltba, és megveszi. Hihetetlen. Aranyosak ezek az emberek, akik valamit annyira agyon akarnak optimalizálni, hogy a végén egy ilyen igazi kálvária vérszakás. De ezt tudod mi egyébként, mikor megtalálsz valamit egy webshopban, akinek nincs boltja, de te annyira spórolni akarsz, hogy fölhívod, és te elmész a raktárhelyiségbe, és onnan szeretnéd elhozni, mert egyébként 1200 forint a szállítás, és átautózol Budapesten, a dugóban, a városban, abban nem gondolsz bele, hogy neked az úti költséged az több, mint 1200 forint. Mindegy. Te jobban jártál, mert nem fizetted ki a csomag szállítási költséget. Hát most ez mi a baj? Én pont ezt csinálom az oszival. Mit? Fölkerekedek és elmegyek. Várjál, de most mondom. Tehát te fölkerekedsz és közösségi közlekedéssel. De hogyha én beleülök az autóba, és Budapest északi pontjáról átmennék 5 méter kantálér, meg 5 méter üvegszálér a 11. kerületbe, oda-vissza, az nekem 60 kilométer, de vannak ilyen emberek, akinek ez a becsípődése, hogy de akkor megspóroltam a szállítási díjat, hát azt meg. De én is csak azért csinálom ezt, mert volt az a fiaskóma az MPL-lel, akikkel állandóan szélmalomharcot kell folytatnom, hogy kihozzák legalább egyszer a csomagomat, és aztán... Fúj, de gyűlölöm őket, hallod? Jött karácsony előtt az értesítés, hogy vállalják karácsony előtt, hogy még odaérjen a csomag. Ha 22-én föladom, 23-án megkapják. Na, volt ez a nyereményjáték sorsolás, tudjátok, a slag, meg a mit tudom, micsodák, tehát ezek a cuccok. És pont a slaggal volt így, hogy a srác küldött nekem egy képet valamikor, hát már 28-a környékén talán. Hát mondom, miért csak most? Hát most kapta meg. Mondom, most vitte ki az MPL? Hát értesítés ment, de én föladtam 22-én egy napos kézbesítéssel, nem kevés pénzért, nem is az a lényeg, föladom egy napos kézbesítésem, mert azt mondták, hogy akkor 23-án tuti, hogy kiviszik. Hát nem az, hogy még 24-én is szállítottak egyébként ki, tehát két nap se volt nekik erre elég, két ünnep között majd. Hát bazd meg, akkor minek? Hát elviszem akkor gyalog, vagy mit tudom is én, lóháton. Ez abszolút fura az MPL, ugye a postának a vadhajtása, és a postán, meg ha megnézed a C-kódexet, meg ilyeneket, akkor ott ömlengenek a csomagszállítás fontossága, a minőség, az európai irányelv. Persze, csak annyira erőteljesen ráfeküdtek
kisvállalkozásokra és a szerződésekre, hogy hirtelen kurva sok cég szakadt a nyakukba, akikkel leszerződtek, és szerintem iszonyat mennyiségű csomagot kell mozgatniuk. Csak, ez lehet, de hát akkor nyilván az iszonyat mennyiségű csomaggal iszonyat mennyiségű bevétel is jár, mert nem a két szép szeműtél szállítják ezeket a dolgokat, az emberek kifizetik a szállítási költséget, akkor föl kell venni embereket és intézni. Nekem sokkal jobban fáj egyébként az, tehát normális cégmenedzsmenttel ezek a problémák megoldhatóak kellenének, hogy legyenek. Engem az fáj, amikor egész nap itthon vagyok, nem is egyedül, tehát még az sincs, hogy hazudok, és a cetlit van bedobva. Voltam, és bedobott egyet, tehát az meg odáig eljut, hogy valaki ezt becsönget, hogy bejusson. Várjál, figyelj, nekem múltkor ugyanez volt, megálltam a ház előtt, mert akkor értem épp haza, és látom, hogy a postás, de itthon van az asszony, a postás írja a cetlit, és dobja be, mondom, most állj meg, mit dobtál be? Hát a lakónak egy, de mondom, csöngetté? Válasz. Nekem már nem is kéne kinn lennem területen. Hát bazd meg, akkor menjél be, de nekem ne dobáljál, hozzad ki másnap akkor. Bazd meg, be se csöngetsz? Becsöngettem. Azt mondtam a feleségemnek, hogy csöngettek mostanában? Nem. Hát mondom, ezt hogy képzelted? Vagy mi volt a terv? Hogy ez így tök egyszerű, mert így tudod, így gyorsan letudom a kört, megírogatom a cetliket, bedobálom, aztán hadd szóljon. Jó. Tehát annyi szabadidőm van, mint égen a csillag, hogy más kedvem sincsen, csak a postára rohangásszak. Ezt csinálják, de a legdurvább az egészben, hogy odapiggyeztik az aljára a kis cetlinek, hogyha ezt a telefonszámot fölhívod, akkor kérheted plusz díjért az ismételt kiszállítás. Igen. Milyen ismételt kiszállítás? Egyszer se hoztad ki. De az igazán durva az az, hogy fölhívod a számodba, és soha nem veszik föl. Nem. Ha túl nem. sokszor hívod, akkor félre rakják, és akkor egy darabig foglaltatni kell ez, mint az ELTE tanulmányi osztály. Az volt ilyen. És egész egyszerűen nem. Úgyhogy ha én bármit az MPL-el vagyok kénytelen rendelni, akkor már megvan a sablon reklamációs levele. Komolyan, nem viccelek. Engem az idegelt ki, mikor pont a Dudától a favoritból rendeltem dolgokat, és annyira frissek voltak a dolgok, hogy pénteken, mindig pénteken jönnek meg hozzá a szarok. És azt mondja, jó, föladja akkor szombati kézbesítéssel. Kiderült a negyediknél, hogy az én postámnál nem lehet az MPL postai kézbesítést kérni szombatra, de ettől függetlenül hagyja nekem, tehát ugye a címet ki kell tölteni, annyira kulturált a program, hogy tudja a címemet és kikalkulál értékeket, de annyira nem kulturált, hogy a postahivatal, illetve az irányítószám alapján kitalálja bazd meg, hogy figyelj már, oda nem lehet szombati kézbesítés kérni, mert a lóvét, azt nyugodjál meg, azt elfogadták a szombati kézbesítésért. No, na. És utána meg megy reklamálni, hogy figyelj, nem érted a szombatra, mi a fasz van? És mondták, hogy ja, hát azon a hivatalon ott nincsen szombati kézbesítés. Ja, hát akkor miért fogadtad el a pénzt? Trógerek. Magyar postával ugyanazon a nap 4 csomagot adtam föl Budapestre. Ugyanazon a nap. Az egyik odaért másnap, a legutolsó 6 nap múlva. Érted? 6 nap. Mit csinált az a 4 csomag, amikor a postahivatalból egyszerre elvitte az autó? Érted? Tudod, így ment a szelekció, ezzel várjunk 2 napot, ezzel 3-at, ezzel 4-et, tehát nem, egyszerűen nem értem, komolyan mondom. Megy a kőolaj, megy a kőolaj a csövegbe, finomodik, kijön a végén, az még nagyon nem jó. Soha nem lesz finom, hát miért nem valami finomabbal kezdve? Mondjuk krumpli. Fogalmam is, miről beszéltek. Ne idegesíts föl. Hát akkor, Fifika, kultúra rovat. Ez a videó lesz. Vagy volt már? Betettem a videót. Kultúra rovat. Azt meg kell, hogy nézzem. De az a Boris barátunkhoz csatlakozik a kultúra rovat. Nem, hát de, a... Ez lesz a kultúra rovat. Ez lesz a kultúra. Kultúra rovat. Kőolaj. Én azt minden évben legalább 2-3 szó megnézem. Mert mindig jó kedvem lesz tőle. Igen. Na, itt jövök befele, azt igazam van. Megint. 8. Meg ahogy mondom ezt, most is igazam van. 9.
Ugye? Tomás, Igen, Tamás csak annyit írt kommentbe. Na, 45. Ennyi. És akkor mielőtt lezárnánk a mi blokkunkat, elfogtunk egy videót. Boris az orosz videója. Kicsit töri az angolt, a magyart abszolút. Hát, annyit beszélt oroszul és angolul, ez egy háttérinformáció, hogy egy-két magyar szó elhagyta már a videó közben a száját, de ez csak a véletlen műve lehet. És voltak neki benyomásai a hazai helyzetről, Szabómról. Érdemes megnézni a videót, értekezik róla, van benne Csernobili huzal, van benne Liquid, van benne Fifika, van benne e-cigi tesztek. Érdekes, érdekes kis videó, kis görbe tükör a hazai véper társadalom felé. Én azt az egészet így, ahogy van, ajánlom mindenkinek megtekintésre, 10 perc, nem sok, feliratozva is van egyébként, úgyhogy nem tudom, azt te láttad, Mujó? Nem, még nem. Óriási. Óriási, mikor csak ennyit mondta, hogy valaki viszkit akart szívni. Viszki. Mi ez a kapitalista likőr, bazd meg? Vodka, azt kell, de az meg nincs, mert azt megittam. Zseniális, zseniális. Olyan gyerekkori emlékek támadtak bennem, érted? Néztem a videót, tehát aki nem tanult oroszt annak idején, az el se tudja képzelni, hogy milyen volt annak idején. De zseniális volt, tehát nagyon jót szórakoztam rajta. Spájzoljatok. Spájzoljatok. Elvásodta vattád. Akkor még gyorsan megemlítem, míg te vattát cserélsz, és kihúzod a fa fiókot. Fifika volt. Szomorkodom még. Nem én voltam, a lányom. Akkor Fifika lányom volt. Jól néz ki? És nem a fa fió, hát Charlie, egy, nem a te korosztályod. Kettő, pedig... Kezed, lábad, eltöröm. Szépség, nem, én nem vagyok. A szépség relatív. A szépsége a tiédhez nem fogható. Ez jó. Tessék! És ezt írd úgy, ahogy akarod. Igen, ezért nem feszegetem, mert a végén még kijönne, hogy csúnya vagyok. Szóval, vidám vasárnap helyett vidám villám Vaper világnap, méghozzá január 11-én, kettő nap múlva, 3 órakor a nyugati téren a francia vapertársaink kezdeményezésére, és azt folytatva, hogy megmutassuk a világnak, hogy az e-cigi jó, és mi nagyon örülünk neki, hogy létezik, ezért egy összejövetel, néhány csoportkép, fakultatív délután, közel van akár még a fanyűvő is enni, úgyhogy ahol tavaly a forgóra alatt, ha valaki gőzt lát, akkor ott lesznek a magyar vaperek. Nem tudom, lesz most valami kitűző, vagy színes szalag? Szerintem semmi. Elég az, hogy mindenki az eszközével gőzölve boldogan vonul. Aha. A franciák azt kérték, hogy aki tud, az okay, viseljen valami narancssárgát. Most narancssárga lett a... Igen, most valamiért a kék szalagból... Az most nekünk nagyon nem lesz jó. Nálunk nem vidám szín a narancssárga, sajnos ezt ők nem tudják. Egyébként ez direkt így van meghirdetve, hogy január 11-től 12-éig? Nem. Akkor majd nézd meg, vagy javítsad, Léci, mert, ja, igen, mert január 11-15-től, január 12-től, gondolom úgy akartad, hogy 15-től 15-20-ig. Igen. És akkor így ugrott, tehát ez egy ilyen... A dátumot.
Aha, tehát nem a user error. Jó, oké. Négyen már ott lesznek. Sír. Legyünk minél nem, többen. Három ott lesz, és négy talán. Akkor rég frissítetti. Négy ott lesz, négy talán. Kilenc. Na, letudtuk a kötelező köröket. Jöjjön a olvasói kérdések rovat. Suhajda László kérdezte, hogy tud-e valaki valami módszert, hogyan előzhető meg a szélvédő párásodás? Az nem jó javaslat, hogy ne gőzöljek autóban, sem az, hogy húzzam le az ablakot, egyéb megoldások érdekelnének. Persze, ha van. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, rakd belőle az ablaktörlőt. Ennyi, illetve én az utolsó mondatára ráfűztem, hogy persze, ha van, nincs. Az nem pára. Az nem pára, ami a... Nincs. Az nem pára, ami a szélvédő van, hanem... Feleség, papírzsebkendő, vagy papírtörlő, és meleg víz, ez abszolút... Hát azzal se kell, tehát én a sima ablak, alkoholos ablakmosó folyadékkal szoktam, vagy ha nagyon köcsög vagyok, akkor beviszem az autómosóba, és hagyom, hogy hadd szenvedjenek vele. A végé megköti a vizet, a télen ugye a párát köti meg a hideg gépjármű belsejében, és az bizony lecsapódik a szélvédőn is, és azt úgy látjuk, mint hogyha én volt olyan, amikor azt hittem, és nem túlzok, hogy baszki, hát ennyi ideig nem lehet köd. És azt mondja, ilyenkor már mindig így rutinból így húzok egyet a szélvédőn belülről az ujjammal, hogy jó, akkor megint takarítani kell. Igen, és ez főleg este zavaró egyébként. Igen, igen, mert jönnek szembe is, és teríti a szembejövőnek a fényét a szélvédőn, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy tetőablakot, ha lehet billenőre kinyitni, az úgyis kihúzza a levegőt, vagy ha nincs, akkor oldal, tényleg csak egy résnyire, hogy kihúzza a párát, illetve hát a gőzt, amit kifújunk. Én tudok még két trükköt, mert azért vannak erre jó módszerek, és mivel nálunk nem én vezetek, ezért nekem az autóba kus van, és belettem idomítva, kénytelen voltam trükkös megoldásokat találni. Kénytelen voltam zacskóba fújni, igen. Nem. Az egyik, ugye a kifújt gőz, a kifújással foglalkozó tudományák, az exhalisztika jelenleg. Ezt mond még egyszer. Kilégzéssel foglalkozó tudományág az exhalisztika jelenlegi állása szerint. Tehát, amit kilégzünk... Délutáni gyöngyszer. Nagyon megörültem ennek a kérdésnek. Tehát, amit kilégzünk, ha megfigyeljük, nehezebb, mint a levegő. Ezért, hogyha nem előre fújjuk, hogy beterítse a szélvédőt, hanem egy kicsit így csücsörítünk a szánkkal, és függőlegesen lefele fújjuk, akkor egyrészt előszeretettel jobban megtapad a rajtunk lévő ruha, ha csak nem mesztelenül autózunk. Ezt elképzeltem. Az már a nagy részét megfogja, és ugye mivel önállóan is lefele szállna, ezért sokkal kevesebb fog előre jutni. A másik, amivel meg lehet próbálkozni, az, mintha ilyen hátra kacsintanánk a vállunk fölött, csak nem kacsintunk, az utat figyeljük, hanem sréhen hátrafele fújjuk ki a gőzt, akkor is a hátsó szélvédőt fogja beteríteni, de legalább nem az első. Az milyen jó, hogy esetleg, ha nem jól csücsörítesz hátrafele, akkor ugye te vagy a jobb egyben, mondjuk a Kinga vezet, és így belefújod az arcába, és már is a szembesávban vagytok. Vagy, hát figyelj, vagy esetleg mondjuk valamelyik családtagod arcába, aki hátul ül. Sokkal jobb ötletem támadt. Ezt le fogom gyártatni. Úgy fogjuk hívni, hogy exhalizátor. Ez egy olyan, mint egy búvárpipának a szájba lévő része. Egy olyat kapsz be, és kétfelé a füled mögött, a nyakadnál levezetve, hátrafele ereszti ki a gőzt. Mondok, elő pedig van rajta egy szelep, ahova be tudod dugni a mod végét. Mondok jobbat, nem kell hülyeség, figyeljetek, vízipip, otthon van a vízipipa. Megtöltöd vízzel. A korbácsmod. A korbácsmod, szívod az elcigit, és utána nem szívod a vízipipát, hanem belefújod, gyakorlatilag a vízen keresztül fújod a gőzt. Köszönöm szépen, ez még ingyen volt. Tökéletes. Aztán következő olvasói, egyébként a pólód alá is fújhatod. Kocsis Tomi kérdezte, mi történt a mai kezdő... Jújjúj!
Mi történt a mai kezdő vaperekkel? Egyre inkább azt látom, hogy mindenki azonnal a profi cuccokra megy rá, és kihagyják a kezdő szakaszt. A legzavaróbb számomra, hogy egyiknek sincs önálló gondolata, ezért azonnal kérdez, és sajnos nem olyan a kérdés, ami arra utalna, hogy próbálkozik. Hát ez szerintem egyidős probléma az emberiséggel. Ez egy fájdalmas jelenség, de igen, ez van. Igen, igen. Hát illetve én csak onnan szűröm le, hogy ha valaki mondjuk föltesz valamit, mert el akarja adni a sajátját, két nap után eladja, mert nem tudta megtekerni mondjuk, illetve fölrakja, hogy eladó GT2. Ha mondjuk 10 000, várjál, GT2 10 000 forintért. És meg van sértődve, hogyha ráírsz, hogy ugye akkor ez klón. Mert ő nem tudja, mi az, hogy klón, meg nem klón. Hát ja, igen, olcsón vett valami ilyet. Ilyen árt, nem tudom, úgy kaptam. Értem. Én egyébként, bocsáss meg, hogy még egyet hozzáfűzök, ezért is féltem kicsit a Kaifun 4-től. Jó, tehát ott amúgy is most mit érsz egy sorszámmal, semmit. De azon már olyan sincs, amit nehéz le, tehát hogy legalább tudod a lézer gravírból észrevennéd, hogy ez kicsit masszatosabb, ez nem eredeti. Hát az újnál észre se veszed, mert maximum abból veszed észre, hogy folyik, meg szarul lehet szívni. Na, mit akartál mondani, bocsi? Két gondolatom támad, ha időszámításunk előtt 2500-ban lett volna Facebook, a piramisek a büdös életben nem épülnek meg. Te érted, mert ez a hogy kell a téglát a helyére tenni című kérdés lett volna teleposztolva, és kijön helyettem, nem tudom én, követ faragni. Ne, és akkor lettek volna... Piramis építenék, mit ajánlottok? Nem, ott a piramis építésre egy invite, és akkor tudod, maybe, és oda nyom 15 000, hogy talán. Talán. És a másik 8 000 oda nyomja, hogy igen, de nem megy el. De hál' Istennek nem így volt, és ezek csak fölépültek valahogy. A másik pedig az, hogy pont... Várjál, baszik! Elképzeltem, ahogy Keops fáraó nézi az analitikáját a rajongói oldalának. Bazd meg, vesztettem 15 000 embert! Mi a picsa van itt? Hozzatok még rabszolgát! Kellenek a lájkok! Jaj! De lájkokból nem lehet remist építeni. Legalábbis nem az utókornak. És belefutottam egy ilyen történetbe, hogy valaki árult, nem mondom ki melyik gyártónak, tehát magyarországi gyártónak a termékét. És ilyen többszöri kérdezősködés után megkeresett a cimbora, aki alkudozott a sráccal. És tehát olyan nem volt egyértelmű a leírás alapján, hogy ez melyik verziója az eszköznek, meg hogy mi. Most csináljuk úgy, mintha hallanánk megint. Vagy a hatodik ilyen beszélgetés után föltett egy képet arról a részről, amit mondtam, hogy föltétlen nézzünk meg. És egy olyan leharcolt, lepukkant, összevert, meggyalázott alkatrészt nézett vissza rám az egyébként homályosra sikeredett fotóról, hogy ez valami fölháborító. Tehát nagyon észné kell lenni. Nagyon észné kell lenni, mert itt most már nem tudom. Tehát ez a kis elcigarettás közösség egy rettentő, megbízható, nagyon segítőkész, becsületes banda volt, de hát a növekedésnek ez az átka. Nem tudok rá mit mondani. Hígulunk. Szomorodnak a trollok. Lisztjavítószer. Hát ha elromlott, nem, miért kell javítani? Hát a liszt az nem romlik el, azt nem kell javítani. Sok zsizsikes lesz. Úristen, hagyja Fifika, megnézetjük vele, és utána érteni fogja, miről beszélünk. Tőrfogat növelő. Nem lehet megenni. Azt mondja, nem, valami úgy van, hogy hát a tőrfogat az nem finom.
úgy hallom, komoly popkulturális hiányosságban szenvedek. Nagyon, nagyon. Hát tehát, én nem is értem. Ha mást nem is nézel meg, de ezt föltétlen nézd meg, mert zseniális. Zseniális. Na tovább megyek Csatlós Szabolcs kérdésére, és ez Fifika neked fog címződni, idézőjelben ilyen szép magyar szóval. A 40. adásban azt hiszem említettétek, hogy Fifika megkereste az Index szerkesztőséget, amikor eldöntötték, hogy csoportosan leszoknak. Kérdésem, volt-e reakció az Index részéről? Na, igen. Hallottok? Meg nem, az nem hallottunk. Elment mindenki. Tehát ez így van. Én is a két alelnök is külön írtunk az Index szerkesztőségének, hogy mindenféle segítséget megadunk nekik, ahhoz, hogyha valaki esetleg elektromos cigarettát szeretne használni. Annyit nem válaszoltak, hogy köszönjük az érdeklődésüket, de nem. Komolyan mit vársz attól a szerkesztőségtől, aki úgy teszteli a még be nem tiltott pszichoaktív szereket, hogy elmennek katizni egy partira. Na, hát most komolyan. De valami holisztikus gyógymóddal próbálkoztak meg ilyen mágnes biorezonanciával leszokni. Az nagyon jó. Azt így, de én komolyan, én nem is ezt csináltam volna, mint ők, hanem tudatosan. Mert itt nagy a szórás. Azt mondani, hogy megpróbáljuk öten. Az egyik megpróbálja így, ja. A másik úgy, a harmadik amúgy, a negyedik emígy. Húsot húznak. Aztán. Igen, és akkor térjünk vissza rá, mert tehát én is volt, hogy nem dohányoztam 8 hónapig. Csináljunk egy long-term projektet, egy év múlva újra itt egy cikk. Na és akkor majd meglátjuk. Mert ez így, most abban, tehát hogy Fifika is leszokik, meg Mujó is, meg én is úgy, hogy akarat erővel, mert helyette ropit rákcsálunk, az bizonyítja, hogy van akaraterünk. De magáról a leszoktató eszközökről semmit nem mond el. Semmit az égvilágon. Két-három ember ugyanúgy. Mit érek? Semmit. De én komolyan, tehát mindig az érdekelt az ilyen, jó, hogy rengeteg levelet kapnak, és egy idő után immunisak lesznek rá. De hogyha nekem van a posta fiókomban, én is kapok, nem azt mondom, hogy több száz levelet, de amit emberek... Milliót! Nem, amit emberek küldenek, mert ugye rengeteg sziszlog jön nekem, de amit emberek küldenek, mondjuk kapok 50-60 levelet naponta. Engem frusztrál, hogyha ott van nap végén unreadben akár csak egy is. Tehát hogyha, és még ha olyat is válaszolok, hogy bocs, nem érdekel, de vissza kell írnom valamit. Tehát én belőlem kurva rossz HR-es lenne. Tehát én visszaírnék az embereknek, hogy ne haragudj, nem voltál alkalmas a meghirdetett pozícióra. Szóval, hogy ennyit nem lehet, hallod? Nekem ez fura. Szégyen rájuk. Úgyhogy ennyi. Gyakorlatilag, fiúk, 1 óra 40 percnél járunk. Lackó, Vape Band, Attila örülhet, holnap munkanap és hallgathat bennünket. Fifika, te már megkaptad, igaz? Megbizony. Zsír. Köszönöm szépen. Ezúton is, várjál, majd itt kivágom. Ezúton is szeretném megköszönni neked, Charlie, hogy voltál olyan kedves, elmentél a postára, amit annyira utálsz. Becsomagoltad teljesen tisztességesen, becsülettel a webbendet, amit a Blackie-től kaptál, és feladtad a címemre, amit én természetesen átvettem a postán, és a mai napig is hálás vagyok érte. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, majd a temetésemen egy koszorúval emlékezzél meg rólam. Mújó, te meg lemondtál erről, és azt mondtad majd személyesen. Igen. Remélem, addig nem fog elérni a kaucsuk. Próbáltalak téged is, és magamat is megkímélni a postával való érintkezéstől. Ja igen, mert neked ez egy ilyen kereszted, ja, most már, hogy így utólag visszagem. Egyébként tényleg adás lezárás, mindjárt túl vagyunk a 1.40-en, hogy Attila megemlítette, hogy februárban leszünk egyévesek,
mint podcast, és februárban pont az az adás lesz az 50. Nem akarunk-e kitelepülni-e valahova? Mert arról szól a történet, történet. Igen, én is, hogyha lenne egy ilyen kitelepülős, ő még tortát is hozna. Nem már. De. Úristen, csináljunk egy születésnapi podcast partit. Egy anti-cloud chaser ki tud kevesebb gőzt fújni, minél alacsonyabb ellenállásból. Na de tényleg, csináljunk egy ilyet? Nem cloud chaser. Azzal, hogy ki hány ómon tud gőzölni fölfelé. Ja. Na de most, az én készülékem 8 ómot is meg tud hajtani. Mert ugye a mújóval ezt úgy viszonylag könnyen össze tudnánk hozni, csak Fifika, te vagy a géniusz, akik tőlünk messze kicsit. Fölutazom. Zsír. Tehát már régóta készülök arra, hogy egyszer tényleg csinálunk egy olyan podcastet, hogy hároman ülünk, és a csodálók gyűrűjében természetesen. Azt hittem azt, hogy hárman ülünk, és utána megtapasztalom veled, Charlie, hogy te még mit szopsz azután, hogy letettük a Skype-nak a hívás gombjával, és hogy még összeszerkezted a hangot, meg megvágod, meg utána megszerkezted még a bejegyzést is, és talán éjfélre ágyba kerülsz. Igen, igen, szeretném, hogyha egyszer ezt megtapasztalnátok. Ezt most szólok neked, Charlie, hogyha lesz ez a buli, és ott leszek, akkor a rajongótábor külön egy ilyen egyperces siratást fog előadni erre a tevékenységedre, csak hogy érezd, hogy törődnek veled. Figyelj, akkor már most mondom neked, mert hogy a mai a 46. mert ugye múlt héten 45-ször volt már igazunk, 46, tehát gyakorlatilag pont egy hónap múlva lesz ez a történet. Történet. Az január, nem február. Itt ki is hal. Tehát elkezdi a dátumot mondani, és nem hallunk semmit, Fifika, tehát ne beszélj. Na, az február 6 péntek. Várjál, nézem, hogy én akkor február... Fú, de jó, még szabad a naptáram. Február 6 péntek, igen. Ja, nagyjából. Hát mondjuk 4-ig dolgozom. Hát akkor csinálhatnánk egy ilyen kora esti, mit tudom is én, fanyűvőset, és akkor azt úgy hirdetnénk meg, hogy az a párásító podcast közönség találkozó. Jó, de akkor az 7-e legyen szombat. Szombat? Igen. Te, Andor keresztre fog minket feszíteni. Andor, gyere el te is! De figyelj, már élőbe lehet minket hallgatni. Hát ez óriási zsír. Hát érted. Nehogy belépőjegyet szedjük. Hát az meg a másik. Az meg a másik. Na, jó, szerintem ezt én közös tovább gondolásra terjesztük föl, és akkor ez egy tök jó ötletnek tűnik. És az olvasói kérdések ott élőben. Bizony. Bárki hallathatja a hangját. És aki kérdez, addigra összelomízunk valamit a kereskedőktől, hogy azt személyesen tudjuk nekik a kérdezőket, meg ösztönözzük egy-egy piros akármivel. Labdával. Igen, hogy oda hívjuk. Dobsz neki 5 méter kantát. Jó, most rendeltem 50 métert úgyis Chinatownból. Jó, oké, tovább gondoljuk ezt a dolgot, és akkor szerintem ez legyen a kerete a mai 1 óra 40 3-4 perces adásunknak, az adás címét pedig szerintem ne is gondolkozzunk. Az a legelső témánkból kiindulva legyen a Je suis Charlie, ha beleegyeztek. Köszönjük, hogy itt lehettünk, beleegyezünk persze. Rendben. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!